Sziasztok, én Lucky vagyok, és ebben a videóban ki fogjuk próbálni a Squad Building Challenge-et. Tulajdonképpen ezeknek annyi a lényege, hogy egyes körülményeknek, feltételeknek megfelelő csapatot kell összeállítanod a játékban, és jutalmat kaphatsz érte, hogyha sikerül. Oké, tehát ezek még le vannak lokkolva, először meg kell tanulni az alapokat. Na és nézzük az első kihívásunkat, First Exchange. Jobb oldalt látjátok a követelményeket, tulajdonképpen csak annyi, hogy bronz játékosokat kell beraknom. Szóval ez nem lesz túl nehéz szerintem. És igazából nem is kell megcsinálnom az egész csapatot, úgy látom, hanem csupán egy bronz játékos berakni. Viszont ezt kicseréljük egy másik bronzra, a legrosszabbra, mondjuk hát mondjuk nincsen sokkal rosszabb. Mondjuk legyen ez a Doyle, akit tulajdonképpen elcserélünk a jutalomért. Tehát most ezt a csapatot, ami itt van benn, azt elcseréljük egy bronz gift packre. Tehát, yes. Jó, ne álljunk itt, megtoljuk neki szépen. Itt igazából csak annyit kell csinálni, ahogy látom, hogy három játékos be kell rakni szépen, és a minimum chemistry-nek 12-nek kell lennie. Egyszerű. Tehát keresünk ide egy CB játékos, hát legyen bronz, mert bronzokat úgyse fogok használni. Mondjuk valami nagyon gagyi kis bronz játékos, mondjuk Grogan, jó. És akkor ide jöhet egy CM bronz. Grogan, ha jól láttam, angol volt, tehát ő is most angol lesz. Így már meg is van a chemistry. Tehát ide bármilyen játékost berakok, már megvan ez a cuccos, ha minden igaz. Így van, 25-ös, 18-as összhang. És ezeket a játékosokat egyszerűen elcserélem egy bronz pakra. Tehát tulajdonképpen ennyi a lényeg a Squad Building Challenge-nek, ugye ezek még eléggé, hát könnyűek, de ettől függetlenül későbbi kihívások azért tényleg nehézségeket fognak okozni. Most jelenleg minimum 17-es összhangnak kell lennie, 3 nemzetiségnek és 4 játékosnak, amint látszik. Tehát itt már annyi nehezítés van, hogy nem lehet ugyanabból az országból, nem lehetnek ugyanabból az országból a játékosok. Viszont itt van egy Premier League-es 62-es úriember, őt akkor berakjuk oda. Akkor ide CDM-be kéne egy másik nemzetiségű játékos, de nem lenne baj, hogyha összhangban lenne a sráccal. Bár most még szerintem nem annyira kell, berakjuk ide szépen Diawarát, és akkor úgy kéne megcsinálni mondjuk az ellen pozícióba, vagy a védekező, vagy a támadó középpályásunkkal jó összhangba legyen. Tehát, hogyha én ezt a Clarkot ide szépen berakom, ők már ketten összhangban vannak, nagyon király. És ide tulajdonképpen még egy új nemzetiség kell, de mondjuk jó lenne a Széria A-ból. Nézzük is meg, hogy van-e a Széria A-ból ide játékosunk. Hát Ocampos, itt van. Ezzel meg lenne, király lenne. De az a baj, hogy hát én ezt nem biztos, hogy el akarom cserélni ezt a játékost, mert ugye amilyen játékosokat ide beraksz, azokat tulajdonképpen eladod. Hájjájjájjájjáj. Akkor próbáljunk meg egy Premier League játékost. Towson, tehát ezt még annyira sem szeretném eladni. És ha mondjuk CM-be keressük, így is jó. Oké, hát akkor berakjuk CM-es Dysont, és ha minden igaz, igen, minden sikerült. Megvan a 22-es összhang, minimum 17-nek kellett volna lennie. 3 nemzetiség, illetve ugye 4 játékos, király. Tehát ezt akkor számítoljuk. Yes baby! Oké, so let's get started. Football squad building challenge-ünket már meg is tudtuk csinálni. És kaptunk 2 players packet. Elég király. És akkor most mehetünk át azért a komolyabb kihívásokra, amit mindjárt meg is fogunk nézni, de előtte kinyitjuk azokat a bronz csomagokat, amiket kaptunk. Oké, hát nagyon szépek vagytok, mehettek a klubba. És van egy ilyen 2 players pack-em, amiben legalább az egyik arany. Na nézzük is meg, kit kapunk meg. Frey. Hát ez ez ilyen. Jó, mehettek a klubba. Ezt ha megcsináljuk, akkor egy all players pack-et kapunk. Jó, egy fene. Azt mondja, minimum 2 ritka játékos, minimum 55-ös besorolás, és minimum 50-es összhang. Na, jó, legyen ez a Castella, nagyon jó lesz. Habár, várjál. Mindegy, akkor berakjuk ide Zieglét. Ide pedig
Boedert. Így van. És akkor már itt van egy jó kis chemistry-nk. Jó, menjünk át a right back-re. Jó, és igazából nagyon úgy néz ki, hogy sikerült ezt megcsinálnom, tehát 60-as besorolás és 71-es összhang, ami azt jelenti, hogy bőven megugrottuk a minimumot, de hát akkor lehet, hogy kicsit lejjebb kéne adni a lécet. Van ennél rosszabb kapusom? Van ám. 56-os a legrosszabb, az jó lesz oda. Oké. Meg az a meg szerintem túl sok német játékost használtam, tehát... Azért jó lenne majd a jövőben is szerintem ezek. Oké, Pringet itt berakjuk szépen. És már is 59-es a rétégünk, tehát ennél lejjebb azért nem szeretnék menni. De igazából egyelőre ez ilyen lett, és szerintem király. Oké, jött is a következő minimum 2 ritka, 68-as besorolás és 60-as chemistry. Jó, itt már feláldozunk egy ilyen... aranyjátékost, akit szinte biztos, hogy soha nem használnék én, de amúgy maradjunk a bronz játékosoknál, kérem szépen, bár nincsen spanyol bronz játékos, hát akkor nézzük meg az ezüstöket, nincsen ezüst játékosom. Hát ugye egyre jobban kezd elzenni ez a squad building challenge, mert ugye egyre jobban folynak el a játékosaim, tehát nem lesz olyan egyszerű talán ezt már megcsinálni. Vagy hát jó, egyszerű lesz megcsinálni, de úgy, hogy minél kevesebbet áldozzunk rá, úgy nem. Ger 1, súly 1, ger 2 és arg 1. Van a hús 1, de ger 1 van. Jó. Na nézzük a középpályásokat, kicsit feljebb kéne húzni a besorolást. Az előbb kapott Freyt igazából szerintem ide nyugodtan be is rakhatjuk. Ide. Ez itt jó lesz, oké. Okay. És akkor ide kéne nekem mondjuk egy svéd játékos. Hát ugye itt van Larsson, de... Őt nem akarom becserélni, őt semmiképp, szóval itt vagy más dologhoz kéne folyamodni. Jó, igazából a chemistry-vel szerintem annyira nem kell sokat foglalkozni, mert 60-ra simán feltoljuk szerintem. Tehát ide teszünk mondjuk egy ger 1-es játékos, hát ami nincsen. Mondjuk ha berakjuk ide Acsút, tehát hogyha ide egy olyan játékos teszek, akivel már nincsen semmilyen összhangban, az akkor is jól jövök ki szerintem. Tehát például ezt a argentin játékos, amit berakjuk ide. És már csak a ratinget kéne egy picit feljebb nyomni. Sőt, annyira nem is, most berakjuk ezt ide. Oké, okay. És... Kéne egy ritka játékos, kéne még ide, azt elfelejtettem. Az a baj, hogy CM-ben nincsen ritka játékosom. Mondjuk nézzünk, akkor mondjuk... CDM. Abba sincs, akkor nézzünk mondjuk RM. Hát abba sincs. Elem. Na itt van ő. És így? Jó lett? És így jó lett! Ez az! Megvan, pontosan 60 lett az összhang, hát eléggé szar, mint látjátok. A rating az 71, tehát azt is azért elég jól kicentíztük. És ezeket a játékosokat én szerintem nagyon szívesen beáldozom. Szóval viszontlátásra. Oké, okay, és igazából ebben a csoportban már csak egy kihívásunk van, és ezért fogjuk megkapni a Premium Gold Players Packet. Itt minimum 2 ritka, minimum 70-es besorolás és minimum 70-es összhang. Ajjajjajjajjaj. Na itt már tényleg be kell áldozni szerintem olyan játékosokat, akik kicsit fájni fognak nekem. Kezdjük mondjuk Padellivel. Jó, mondjuk egy olasz ligát próbáljunk meg itt most elkezdeni felépíteni. Mondjuk Ranocchia. Én ezt a srácot olyan szívesen beáldozom, még ingyen is vigyétek. És akkor mondjuk még egy Serie A-s játékos kéne. Meg is van Costa. 76-os, jó. Tehát itt igazából egy olyan szép zöld összhang lett a játékosok között. Gyönyörű. És ezt egy kicsit elrondítjuk most. Jó, tehát jelenleg így állunk, az összhang az már biztos, hogy meg lesz, a ratinget kéne még azért egy kicsit feltornászni. Hát igazából akkor berakjuk itt ezt a 75-ös Kankavát, így 71-es a ratingünk.
De most veszem észre, hogy nincsenek ritka játékosok. Ja, de egy ritka játékosunk van, akkor egy ritka csatár kell nekünk még ide. Ajaj. Ajajajajaj, tehát megvan minden. Kivéve a 77-es besorolás, mert 73-asok vagyunk. Akkor igazából kezdjük el azt, hogy a legrosszabb játékosokat elkezdjük kicserélni valamilyen jobbra. Például ezt a 63-as jobb hátvédet, mondjuk egy 77-es. Jó, viszont akkor már a francia ligásat rakjuk be szépen. Oké, így már 74-es a besorolás, már csak 3 besorolás kéne javítanunk. Itt van nekünk ez a 66-os CM srác. Ezt egyszerűen kiszvappoljuk, mondjuk ezt a Padura. Nekem úgyse kell ez a gyerek. És ez még csak 75. Ajaj. Még 2-vel kell jobb ratinget összecsikornunk valahogyan. Jó, csatárt is cseréltünk. És még egy kell, basszus. Hát a leggyengébb egyértelműen ő, viszont nem tudom, ki tudom cserélni a chemistry miatt. Nem tudom ki cserélni a chemistry miatt. Hát igazából nincs mese, be kell áldozni minden ezüst játékost. Próbáltam máshogy megoldani, de ez annyira nem jön össze. Hogyha berakjuk ide őt, elvileg meg vagyunk. Oké, hogyha berakjuk ide Batocciót, akkor úgy néz ki, hogy ez az, megvan! Igazából ez már tényleg nehezebb volt, mert nem akartam olyan játékosokat beáldozni, mint hogy a cserébe kapott Royce meg ilyenek. Nem á, nem lehet olyan játékosokat berakni, akik lomba vannak. Ajajajajaj, ez akkor még nincs kész. Ha berakjuk ide Brozovicot, akkor nagyjából megvagyunk, csak kéne még egy ritka játékos, mert csak egy van. Így 69-es az összhang, basszus, majdnem megvan, gyerünk már, vagy megcserélek, legyen meg. Egy olyan csatár kéne ide, aki ritka, illetve... De hát csak ezek vannak, ezek meg kellenek nekem. Mondjuk akkor RM-be, valami kolumbiai srác, nincsen? Persze, hogy nincsen. Brazil is jó, viszont így meg a ratingünk nincs meg. Mert 77-nek kell lennie, nem hiszem el! Őt kicseréljük Jedvájra, és akkor... Megvan! Ez az, köszönöm! Submit! Yes! Oké! Ez tényleg nehéz volt. És a kick-off nevezetű csoportot is megcsináltuk, kaptunk egy All Players Packet is, zsíra buli. Oké, és hát akkor nézzünk meg a csomagokat, hogy miket kaptunk. Hát kezdjük el a legrosszabbtól, ugye ez egy bronze pack, el is nyomom, köszönöm szépen. Jó, menjetek a klubba. Nézzük az ezüst packet. Egy ritka játékos. Comper, egész korrekt, szerintem nyugodtan majd ilyen squad building kihívásba el tudjuk majd szépen trédelni. Nézzük a Premium Gold Players Packet, remélem valami jót kapunk. Ritka, támadó Nápol, nem olyan rossz csomag ez, igazából ezeket a játékosokat szerintem nyugodtan tudjuk majd ilyen squad building challenge-ba csinálni. És nézzük az All Players Packünket. Hát ez nem ritka játék, Jézusom, milyen nemzetiség ez? Meg Komoro. Oké, srácok, tehát ez lett volna a squad building kihívás a FIFA 17 Ultimate Teamjében. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, ha tetszett ez a videó, akkor kérjen nyomjatok rá egy lájkot, és találkozunk legközelebb is, én Lucky voltam. Sziasztok! Ezután majd egy FIFA 17 draft jön ám.